A legutóbbi fordulóban 8 perccel a Diósgyőr elleni mérkőzés vége előtt még 2 góllal vezetett a Kisvárda, a vendégek azonban a hajrában egyenlíteni tudtak, így csak 1 ponttal gazdagodott a házigazda. Így is nőtt 1 ponttal Bódog Tamás csapatának előnye a már kieső helyen lévő Zalaegerszeg előtt, a Debrecen ellen 4-2-es győzelmet arató Paks viszont a Várda elé került a tabellán. Szombaton visszaelőzhet a Kisvárda, ugyanis a Dunaparti együttes érkezik a Várkerti stadionba. A legfontosabb a győzelem. Most én azt mindig is mondtam, hogy most az nekem oly mindegy, hogy ez milyen formában valósul meg. Természetesen nekem kedvesebb az, hogyha minél látványosabb, minél több gólos mérkőzésen tudunk nyerni, de most a hétvégén mindenképpen szeretnénk a mérkőzést megnyerni. Úgy gondolom, hogy fölkészültünk a Paksból, tudjuk az erősségüket, a hátrányaikat, a hibáikat, és az elmúlt hetekben megnéztem őket többször, láttam az utolsó 3 mérkőzésüket, megnéztem a Pécs elleni kupa mérkőzésüket, úgyhogy én bízok benne, hogy mindent, amit lehetett, megnéztünk a Paksból. A Kisvárda kapusa Dombó Dávid is bízik abban, hogy rá tudják kényszeríteni az akaratukat az ellenfélre, és ez pontokban is megmutatkozik majd. Most itt ugye nyilván legfőképp ugye a Böde Danira kell készülni, de igazából az egész paksi csapatot feltérképeztük közösen a csapattal, illetve külön mint kapusok is, hogy mi az, amikre számíthatunk. Reméljük, hogy szombaton ezt tudjuk kamatoztatni, és ez 3 ponttal fog akkor párosulni. A Kisvárda paksi mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Zalaegerszeg, Molfehérvár FC Kaposvár, Újpest Puskás Akadémia, Budapest Honvéd DVTK és Ferencváros Debrecen.